A környék fájának egy része is elpusztult az inácsi napellen zajló gyomítás miatt. Akáclégetek, gyümölcsültetvények, rendezvényhelyszín és gyerektábor is található, amellett az Inácsi Napellen Park mellett, ahol a gyomírtás során a környező akácfák egy részét is kipusztították. A Napellen Parkot mezőgazdasági és erdőterületek veszik körbe, melyeken körülbelül 8-10 család él és gazdálkodik de kiemelt turisztikai övezet, valamint sport és rekreációs besorolású terület is megtalálható itt. Előbbin a Kelet-Európa Misszió Alapítvány rendez nyaranta gyerektáborokat, az utóbbi létesült Levendulás Majorban pedig rendezvényeket, például esküvőket tartanak. Az itt élők egy része megdöbbenve vette észre, hogy a naperőmű mellett több kilométer hosszan az akácfák egy része sárgulni, majd száradni kezdett, ezért többen panaszt emeltek az Inácsi polgármesteri hivatalban. A természetkárosítás miatti panaszaikat az Inácsi jegyző a Pestvármegyei kormányhivatalnak továbbította, a hatóság azonban még nem reagált az ügyre. A helyiekhez mindössze annyi információ jutott el, hogy parlagfűírtás céljából történt a vegyszerezés a part területén. Csak hogy a parlagfüvet láthatóan nem sikerült kiírtani, miközben a környező fák pusztulásnak indultak. A Kelet-Európa Misszió Alapítvány ügyvezetője Maxim Norbert az átlátszónak elmondta, hogy semmilyen értesítést nem kaptak a gyomírtásról, pedig nyaranta gyerekeket is táboroztatnak, akik sokat tartózkodnak a szabadban. A vegyszerek viszont mivel vérhetően szeles időben történtek a munkálatok, nagy mennyiségben juthattak ki a part területéről, de azt nem tudni, hogy mennyi került hozzájuk. Fehér Kinga a gazdálkodó földje szintén közvetlenül a napellen park mellett található. Ő nem csak látta, de érezte is a permetező traktorokról a széllel messzire eljutó vegyszer szagát, ami az ő erdejében is pusztított kifákat. Bérci Géza, akinek a háza szintén a napellen park mellett található, arról beszélt, hogy a védő cserjes sáv egy részét már a napelemek építése során kivágták, a gyomírtás miatt pedig most a többi is elsárgult. Nem ez az első alkalom, hogy az inácsi naperőművel meggyűlik a baja az itt élőknek. Korábban megírtuk, hogy körülbelül 70 inácsi és ócsai gazda tiltakozott az erőműhöz építendő 9 km hosszú magas feszültségű vezeték földjeik felett való elvezetése miatt. A gazdák azonban hiába fordultak bírósághoz is jogorvaslatért, a távezetők oszlopai termőföldjei kellős közepén állították fel. A vezetékek közelsége miatt pedig kockázatossá vált, vagy épp teljesen ellehetetlenült a földjeik öntözése. A gazdák földjein fákat vágtak ki, termőföldeket tettek tönkre, az állandó rezgés miatt pedig mély családok pusztultak el. Inácson 2018-ban átadták a 100 hektáros napelem parkot, majd egy év múlva összesen 156 hektáros bővítésről, és a park mellett két darab naperőmű építésről döntött a cég. Emiatt viszont 89 hektár akácerdőt kellett kivágni, ami sok helyi lakost felháborított. A naperőmű jelenleg a kínai Shanghai Electric Power CEO tőzsdei elektronikai vállalaté. Ahogy az átlátszó megírta, a kínai sajtóban és céges közleményekben meglepő módon Viktor Projekt néven hivatkoznak az inácsi naperőmű bizniszre. Az inácsi naperőmű projekt azonban a helyi lakosság számára előnyt eddig nem jelentett, csupán kárt okozott. Az ügyben többször is kerestük az Inácsi Polgármesteri Hivatalt, hogy megtudjuk, milyen intézkedések történtek a szakszerűtlen és természetkárosítást előidéző gyomírtás nyomán. Írásos megkereséseinkre nem kaptunk választ, viszont tíz nap után telefonon a hivatal egybeosztottja Gál Imre polgármester alábi üzenetét adta át. Az ügyben hatáskör hiányában nem kívánnak nyilatkozni. A lakossági panaszokat pedig továbbították az illetékes hatóságnak.